Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónatáj televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Alapkőletétel 830 millió forintos beruházás Szedresben. Zöld területfejlesztés Szekszárdon. Fa és cserjeültetést is terveznek a Tolnai megyeszékhelyen. Pumpapálya. Akrobatikus kerékpározása alkalmas terület épül Szekszárdon. Fejlesztések Tevelen. 617 millió forint támogatás érkezett a Tolna megyei településre. Elhelyezték Szedresben az új kulturális központ alapkövét. Az épület 100%-os állami támogatásból épül meg, várhatóan 2023 áprilisára készül el. A 850 négyzetméteres háromszintes művelődési házban helyet kap majd egy 160 férőhelyes színházterem, illetve olyan közösségi tereket is kialakítanak, ami a helyi lakosság igényeit szolgálja. Éppen elhelyezik a közeljövőben Szedresben megépülő kultúrház és közösségi tér alapkövét. Az utóbbi 10 évben a kormányzati támogatásoknak köszönhetően számos fejlesztést vittek véghez a településen. Megújultak a középületek, a templom, az óvoda, illetve az iskola és az orvosi rendelő is. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, most érkezett el az idő, hogy a 2019-ben lebontott művelődési ház helyére új, korszerű kulturális központot építsenek. 2021. decemberében egy külön kormány döntött arról, hogy az előkészületekkel együtt mintegy 830 millió forint támogatást kapott Szedres település. 100%-ban állami beruházás lesz ez az új kulturális központ és közösségi tér. Az új művelődési ház 850 négyzetméter alapterületű épületében helyet kap majd egy 160 férőhelyes színházterem is, illetve az emeleteken több olyan közösségi terem is kialakításra kerül, ami a helyi lakosság igényeit fogja kiszolgálni. Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkár is részt vett a hivatalos alapkőletételen, aki beszédében elmondta, rendkívül fontos a kisközösségek kulturális életének fenntartása. De ahhoz, hogy ezek a virágzó kisközösségek jól tudjanak működni, ahhoz valamiféle infrastruktúrára van szükség, és két irány van, a romos állapotban lévő kultúrházainkat rendbe kell rakni, és ahol nincs kulturális intézmény, ott pedig meg kell építeni. Szedres megérdemli, hogy kapjon egy új kultúrházat. A tervek szerint Szedres új művelődési háza várhatóan 2023 áprilisára készül el. Továbbra sem enged be migránsokat Magyarország, mondta el Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátette, az illegális bevándorlók nem a szomszédos országokból, hanem sok ezer kilométerről jönnek és békés biztonságos államokon haladnak keresztül. Továbbá az Ukrajnából menekülőkkel ellentétben nekik nincs joguk bejönni Magyarországra, hiszen számukra utóbbi nem az első biztonságos ország. Az illegális migránsok rendszerint megostromolják a határainkat. Megsértik a határunkat. Nincs joguk bejönni. Megtámadják a rendőreinket. Sérüléseket okoznak nekik. Agresszíven viselkednek. Nem működnek együtt a magyarországi hatóságokkal. Nem tanúsítanak semmifajta tiszteletet sem szabályaink, kultúránk, viselkedési normáink iránt. Ezzel szemben az Ukrajnából menekülő családok a hivatalos határátkelőket használják. Hosszú sorokban órákig türelemmel várnak arra, hogy jogszerűen beléphessenek Magyarország területére. Fát ültetnek és egyéb zöld területfejlesztési tervekkel is készülnek idén a Tolnai megyeszékhelyen. A város nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre, így a Szekszárdi Sétapálca nevű kezdeményezést is szeretnék támogatni. Zaják Rita polgármesteri tanácsnok elmondta, mindezek mellett az emberek szemléletét is formálni kell. Megérkezett a tavasz, a Tolnai megyeszékhelyen elkezdték a zöldítést. A Barátság utcai Generációk parkjához 6 darab nyírfát ültettek el a napokban, de ez csak a töredéke annak, ami a tervekben szerepel. A Városfa Program nevű országos kezdeményezés keretein belül jutott hozzá Szekszárd is 20 darab csemetéhez, hiszen első körben a tavaszi mintaültetéseket az ország megyeszékhelyei és a megyei jogú városai végzik el. Szekszárdon azonban egyéb tervekkel is készülnek a környezet megszépítése és a zöld területek növelése érdekében. Nagyon sok ilyen árokpart, rézsű van Szekszárdon, és ezeknek a kaszálása meglehetősen macerás, és nem is olcsó ezeknek a karbantartása. És az én elképzelésem, hogy próbáljuk meg ezeket a rézsüket cserjékkel beültetni,
és főkertész asszony azt mondta, hogy ez szakmailag teljesen rendben van, úgyhogy az idei évben egy-két ilyen próbaültetést fogunk végezni. A megyei jogú város nagy hangsúlyt fektet a környezet védelmére, így létrehoztak egy klímaalapot, melyre 2 millió forintot különítettek el a költségvetésből. Ennek egy részéből szeretnék támogatni a szekszárdi sétapálca ötletét. Ez egy hegyes végű bot, amivel úgy lehet összegyűjteni a szemetet, hogy nem kell hozzá lehajolni, és a kezünket sem kell bekoszolni. Ebből szeretnénk egy ilyen mozgalmat, hogy minél többen használják, és minél többen tartsák így rendben a környezetet. De azt azért el kell mondanunk, hogy a szemét magától nem kerül oda, ahol van. Tehát nyilván azt valaki eldobja, úgyhogy itt még egyszer és újra szeretném azt mondani, hogy itt azért a szemléletet is kell formálni, hogy ne kerüljön eldobásra ez a hulladék. A zöld területek rendbetételének egyéb részleteit áprilisban hozzák majd nyilvánosságra. 2651 új koronavírus fertőzöttet igazoltak szerdán idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.836.919 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 35, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 45.220 főre emelkedett. 1971 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 71-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.401.000-en kaptak. Tolna megyében 53 új fertőzöttet regisztráltak a hét harmadik munkanapján. Ezzel a járvány kezdete óta 38.965-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Egy akrobatikus kerékpározásra alkalmas terület épül Szekszárdon. Az úgynevezett pumpapálya 31 millió forintból valósul meg, ebből 15 millió forintot pályázati forrásból finanszíroz a megyei jogú város. A tervek szerint április elejére készül el a különleges sportpálya. Pump track pálya épül Szekszárdon, a Baka István általános iskola mellett. Az új terep 105 méter hosszú. Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője és a körzet önkormányzati képviselője elmondta, hogy ezzel egy korábbi terv valósul meg, amelyhez a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség pályázatán nyert el 15 millió forintot a megyei jogú város. Ez a pálya, ez egy szabványos méretű pálya, ahol lehet versenyeket rendezni majd, amikor kész lesz. Ez a kész lesz, ez április 1-ére kész lesz a pálya. Tehát az aszfaltozott része, amit itt látunk, ez az aszfalt alá elkészült alépítmény és a forma. Tehát az a forma, ami a végleges. Közte a föld az még füvesítésre vár, lesz még egy kis talaj előkészítés, füvesítés. A hamarosan elkészülő sportlétesítmény összesen 31 millió forintból valósul meg, ebből 16 millió forintot Szekszárd város finanszírozott. Máté Péter elmondta, sok fizikai munkát igényelt a kör kialakítása, és az aszfalt burkolatot sem lehet majd géppel lefektetni. Hát a pályán ez egy gyakorlatilag akrobatikus kerékpár pálya, ahol egy olyan technológiával végig lehet menni, hogy nem kell tekerni, hanem a pályának a különféle lejtéseit, kanyolatot kihasználva a lendületet így végig lehet menni a pályán. Az új létesítmény üzemeltetője a Szekszárdi Fanatics Sport Egyesület lesz. A tervek szerint a jövőben tovább folytatódnak a kerékpár sportot segítő fejlesztések. A kormány családbarát Magyarországot épít. 2010 óta évről évre egyre több támogatás van, és ha az április 3-ai választáson a jelenlegi kormány kap bizalmat, akkor még több lesz, mondta a családokért felelős parlamenti államtitkár szerdán a Facebook oldalán. Az államtitkár elmondta, bevezették a családi adórendszert, folyamatosan bővítik az adókedvezményt, és bevezették a gyedextrát. Továbbá adómentességet élveznek a 4 vagy több gyermeket nevelő nők, és Magyarország történetében először családi adóvisszatérítést is fizettek. A gyermekes családoknak több tucat támogatás szól. A tájékozódásuk segítésére indítottuk el tavaly decemberben a családtámogatási kalkulátort, amely segít feltérképezni a családtámogatásokat, hogy mindenki megtalálja a számára elérhető lehetőségeket. A név nélkül kitölthető kalkulátor 35 féle családtámogatási formáról ad tájékoztatást. Az oldalnak eddig több mint 125.000 látogatója volt, egyébként többségük édesapa. 2010 óta számunkra a gyermek az első. A nemzeti kormány 3,5-szeresére, 3500 milliárd forintra növelte a gyermekes családoknak kifizetett családtámogatásokat.
617 millió forint fejlesztési támogatás érkezett Tevelre az elmúlt három évben. Fazekas Attila polgármester elmondta, olyan lehetőségek előtt nyitja meg a Magyar Falu Program a kapukat, amelyekről a kisebb települések álmodni sem mernének. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondta, mindent megtesznek annak érdekében, hogy az emberek lássák, hogy számíthatnak a magyar kormányra. Ez a traktor is része azoknak a kommunális eszközöknek, melyre a Magyar Falu Program segítségével nyert forrást Tevel. Ezen kívül járda és út felújításra, önkormányzati kerékpárút kiépítésére és az óvodaudvar korszerűsítésére adtak be sikeres tendert a településen, de a polgármesteri hivatal tetőszerkezete is megújulhatott a kormányzat segítségének köszönhetően. Ezt a belügyminisztérium támogatásával tudtuk megvalósítani. Itt 5% önerőt kellett csupán csak hozzáraknunk, így egy teljes új komplett tetőhíjazott cserét tudtunk megvalósítani, és napelemmel ellátni, amivel ugye a költségeinket tudtuk csökkenteni, és hatékonyabbá tudtuk így ezáltal tenni megint a működésünket. Fazekas Attila elmondta, sok fejlesztést terveznek még. Hozzátette, nagyon jó dolognak tartja a Magyar Falu Programot, mert a kis települések önerőből nem tudnának ilyen fejlesztéseket megvalósítani. Ezekkel nem csak a település képet javítják, de olyan színvonalat biztosítanak az itt élőknek, ami a helyben maradásra sarkalja őket, és esetleg másoknak is vonzóbbá teszi a vidéki életet. Remélem azt, hogy a településnek a fejlődés, a község fejlődése azt is eredményezi, hogy egyre több gyerek fog születni, és valóban szükség lesz, és szükség van az oktatási intézményeknek a fejlesztésére, de látjuk azt, hogy a községháza megújult, utakat építettünk, járdákat építettünk, tehát mindent megteszünk annak érdekében, hogy az itt élő emberek érezzék azt, és lássák is azt, hogy a magyar kormány számít ő rájuk, és ők is számíthatnak a kormányra. Tevelre az elmúlt három évben több mint 617 millió forint fejlesztési támogatás érkezett. Szlovák-magyar együttműködés indult két veszélyeztetett madárfaj megőrzéséért. Szlovákiában egy, Magyarországon pedig négy különleges madárvédelmi területen idén február 1-től 2027. április 30-áig, közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület csütörtökön. A projekt fő célja a túzok és a kékvércsek kedvezőtlen helyzetének javítása, elsősorban az intenzíven használt mezőgazdasági területek gyepterületek kialakításával. Ez javítja mind a táplálkozás, mind a költés és fióka nevelés feltételeit. A program azon élőhelyek javítására összpontosít, ahol mindkét faj előfordul, különösen a határmenti régióban. A kékvércse és a túzok állománya az elmúlt 40 évben 30%-kal csökkent Európában, egyes régiókban pedig az eltűnés veszélye fenyegeti. Az előrejelzések szerint hétfőig tartanak a napos és esőmentes napok, 20 Celsius fok körüli hőmérséklet várható. A tavaszi időjárás következtében sokan terveznek többek között hétvégi kirándulást. A kellemes időben az ember felkeresheti a szekszárdi dombság látványosságait, túraútvonalait, vagy akár alkalma nyílhat grillezni és bográcsozni a családdal, barátokkal. A meteorológusok előrejelzései szerint meleg idő várható a hétvégén, amire meg kikapcsolódást nyújt mindenki számára egy környékbeli kiránduláshoz vagy túrázáshoz. A jó idő megérkezése a kisgyermekes családok számára is kedvező, hiszen napsütéses időben látogathatnak meg számos játszóteret vagy vadasparkot. Végre, hogy itt a tavasz és jó idő van, mindenképpen kirándulás lesz családdal, gyerekes programok, játszóterezés, ilyesmi. A családi összejövetelek szervezésére is remek lehetőség, hiszen kellemes melegben alkalom nyílik grillezésre, bográcsozásra vagy egy kis sportolásra. Unokaöcsénket várjuk, és akkor most elmegyünk sötét völgybe, meg felmegyünk ide Szekszárdra az új kilátóba, meg bográcsozunk, születésnapot tartunk. Azonban nem mindenki tervez szabadidős kikapcsolódást a hétvégére, ugyanis a háztartás körüli teendőket is muszáj elvégezni. Szombaton munkanap lesz, dolgozok 2-ig, 3 óra, mire hazaérek, hát a szokásos hétvégi teendők, vasárnap az egy szűk nap. A friss tavaszi levegő mindenki számára vonzó, ezért sokan felkeresik a környéken található népszerű kirándulóhelyeket, mint például Sötétvölgyet, Szálkát vagy a Bati kereszt kilátót. Tervezzük a barátokkal, hogy elmegyünk kirándulni, hogyha ilyen jó idő lesz hétvégén is. Egyelőre a Sötétvölgyön gondolkoztunk, de majd még kiderül. A szekszárdi dombság bővelkedik látnivalókban, így egy túrázás után az egyik szekszárdi pincészetbe is betérhet az ember, ahol kiváló helyi borokat kóstolhat.
Regionális híreink következnek. Kiürítés, lefalazás, lezárás. Családokat költöztetnek ki a pécsi önkormányzati ingatlanból. Megújult iskola Siklóson. 1 milliárdból korszerűsítették az oktatási intézményeket. Kaposvárra érkezett a Hangszerte a kézbe program. Több mint 120 zeneeszközt próbálhattak ki a gyerekek. Kiürítik a Lánc utcai önkormányzati lakásokat? Kinek a felhatalmazásából és milyen költségen teszik ezt? Ezeket kérdezte több képviselő is a pécsi közgyűlés ülésén. Mint ismert, az önkényes lakásfoglalók, a nem fizető lakók már évek óta okoznak problémát az épületben. Az új városvezetés egy külön megbízott vezetésével kezdett rendteremtésbe az ingatlanban. Ennek eredménye, hogy a jelenlegi információk szerint már több ott lakó családtól váltak meg. Ez a pécsi Lánc utcai lakótömb, ahol önkormányzati garzonlakásokat találunk. Az ingatlannal állandó problémák vannak elsősorban az önkényes lakásfoglalók miatt. A házról kérdeztek a képviselők a keddi közgyűlésen, ugyanis elkezdték kiköltöztetni a lakókat az épületből. Mit tudnak önök a Lánc utca elmúlt időszakban történő társasházat érintő kiürítéséről? Milyen döntés nyomán történt ez? Nem tudom, hogy a nyilvánosság tud-e arról, hogy lépcsőházak vaslemezzel történő elzárása, illetve átjárók lefalazása is megtörtént. Milyen döntés nyomán zajlott ez a folyamat? De a városi Fidesz frakcióvezetője és a Lánc utcai állapotokra volt kíváncsi a testületi ülésen. Jelenleg információnk szerint már 80 lakás az üresen áll, és ez a következő hónapban 120-ra emelkedhet, viszont elakadt az egyeztetés a lakásgazdálkodási stratégiával kapcsolatban, már pedig az lenne az alapja annak, ugye, hogy milyen módon töltjük meg újra a házat, és a Lánc utcai egykori garzon ház az milyen módon tud végre egy rendezettebb viszonyrendszert kapni. Ezekre a kérdésekre kért választ a frakcióvezető is. Kérdeztük a szociális ügyekért felelős alpolgármestert a Lánc utcai tömbről, de Nyőgéri Lajos nem akarta a kameránk elé állni. Végül az ülésen a Népjóléti Bizottság elnöke, Fogarasi Gábor és Nyőgéri Lajos alpolgármester válaszok helyett jelezték, hogy 15 napon belül írásban fognak reagálni majd. Közben ezek a fotók jelentek meg a sajtóban. Lánc utca 8 zárva olvasható a frissen felhúzott, lefalazott részen. A másikon pedig egy vaslemezzel zárták le az egyik épületrészt. 1 milliárd forintból újult meg Siklóson két iskola. A Kanizsai Dorottya és a Batthyány Kázmér általános iskola is teljes körű modernizáláson esett át. Új tornaterem, természettudományos és nyelvi laborok, valamint könyvtár és fejlesztő szobákat alakítottak ki a beruházás során. A fejlesztésnek köszönhetően 150 pedagógus és 1200 diák töltheti el a hétköznapokat korszerű körülmények között. Többek között zene és táncos bemutatókkal készültek a siklósi gyerekek abból az alkalomból, hogy átadták a felújított Kanizsai Dorottya és Batthyány Kázmér általános iskolákat. Egy 5 éve megálmodott projekt zárult le a beruházással, melynek köszönhetően több mint 1200 siklósi és környékbeli diák tanulhat modern környezetben, valamint 150 pedagógus oktathat korszerű körülmények között. Siklós szempontjából ennek a beruházásnak nagyon nagy jelentősége van, hiszen egy komplex intézményfejlesztéséről van szó. Itt mind a két általános iskola gyakorlatilag a 21. századi követelményeknek megfelelően felújítottuk 994 millió forintból, és most a következő feladat az, hogy a két iskolához tartozó gimnáziumot újítsuk majd fel a következő években. A most lezárult fejlesztés során megújultak a tantermek, korszerű természettudományos és nyelvi labort alakítottak ki, valamint egy külön szárnyal és emeletráépítéssel bővítették a kanizsai iskolát. Az új terekben művészetoktatást, táncot, énekzenei tehetséggondozást szolgáló termeket, könyvtárt, két fejlesztő szobát hoztak létre, valamint az ehhez kapcsolódó infrastruktúrát is kiépítették. Arra fogtunk kezet itt másfél-két évvel ezelőtt, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy egyébként a fejlesztésekhez kapcsolódóan, akár a közterületeken, akár a hiányzó elemekben, a város pénzben is, energiában is, munkában is, szervezésben is segítséget nyújtson. Igyekeztünk ennek megfelelni, és azt gondolom, hogy mind a két intézmény vonatkozásában azért vannak olyan fejlesztések, olyan elemek, amikkel a város hozzá tudott ennek a komplex egésznek a megvalósulásához
hozzá tudott járulni. Így például a főbejáratot az önkormányzat önerőből újította fel 10 millió forintból, de parkolót is kialakítottak. A Batthyány Kázmér iskolában pedig új tornaterem és egy természettudományos szaktanterem létesült, továbbá a régi tornatermet is felújították, hogy a jövőben táncteremként is használhassák az iskola tanulói. Több mint 120 hangszert próbálhatta ki a Hangszert a kézbe programon Kaposváron. A kezdeményezés 4 év után immár második alkalommal érkezett a Somogyi megyeszékhelyre, hogy közelebb hozza a zenélést a fiatalokhoz, és felkeltse az érdeklődésüket a hangszeres muzsikálás iránt. Kicsik és nagyok egyaránt hangszert ragadtak a Kaposvári Kulturális Központban. A tinédzserek körében a zongorák és a keverőpultok voltak a legnépszerűbbek a Hangszert a kézbe program első napján. A barátnőm eljátszott ilyen kis zenéket, amiket hallgattam meg. Próbáltam ilyen kis zenéket én is csinálni. 4 év után második alkalommal érkezett Kaposvárra a 2017-ben útjára indított Hangszert a kézbe, amelyet a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló programjának támogatásával a Hangszeresek Országos Szövetsége valósít meg. A cél az nagyon egyszerű, szeretnénk minél több gyereket arra rávenni, hogy játszanak hangszereken, mert hangszerrel élni, hangszerrel élés az boldogságot hoz. A szervezők klasszikus, népzenei, historikus és könnyű zenei hangszereket állítottak ki, amelyek nem csak nézhetőek, hanem ki is próbálhatók. A kiállítótér nagyobb részén a hangszer simogató kapott helyet, ahol a hangszerek kipróbálhatóak, mind a 8 hangszer család eszközei, és egy másik, ugyanígy a kiállítótérben, de leválasztva van az előadóterem, ahol pedig rendhagyó énekórákkal várjuk az érdeklődőket, tényleg reggel 8:30-től délután 3-ig a legkülönbözőbb témákban, most nem sokára a dalszerzésről hallhatnak, de a bluesgitározás rejtelmeiről és mindenféle kreatív megközelítésről is. Egy picit jobban megismerkedjenek másik hangszerekkel, illetve hogy tudjanak fejlődni, egy kis ilyen szakmai napnak szántuk a mait. A Hangszert a kézbe 2017-es indulása óta közel 50 alkalommal több mint 200 kiállítási napon mintegy 115 ezer látogató próbálhatott ki gitárokat, billentyűsöket, ütősöket, ének és hangtechnikai felszereléseket. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Alapkőletétel 830 millió forintos beruházás Szedresben. Zöld területfejlesztés Szekszárdon, fa és cserjeültetést is terveznek a Tolnai megyeszékhelyen. Pumpapálya, akrobatikus kerékpározása alkalmas terület épül Szekszárdon. Fejlesztések Tevelen, 617 millió forint támogatás érkezett a Tolna megyei településre. Pénteken is országszerte napsütéses, csapadékmentes idő lesz. Túlnyomó részt felhőtlen égbolt várható, és gyenge légmozgás lesz jellemző. Éjjel marad a csillagfényes égbolt, elvétve gyenge felhőzettel. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!